Jó estét kívánok mindenkinek, ne tolongjatok annyira. Most már a húsvét miatt itt fogyatkozik megfele, azért is nyáron nem szoktunk már előadást tartani, itt legalábbis nem, mert hogy akkor már csak ilyen lelkészi egyetemi részeket szoktunk felrakni, azt is nagyon nagy szeretettel nézik. Tehát mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, mert előtte nem tudok, lányok meg vagytok locsolva, mindenki. A szinglik otthon is megvannak mind locsolva, úgyhogy az kell, mert elhervadnak, és akkor mi lesz? Persze tiltakoznak a lányok, őket meg ne locsold, mert büdös meg minden, és akkor... De ha nem locsolod meg, akkor meg agonizál. Kiismerik én a női lelket, azt nem lehet kiismerni. Aki azt mondja, hogy ismeri, az egy bolond. Nem létezik. Azt nem lehet kiismerni, mert holnap az ellenkezőjét fogja mondani, úgyhogy... De az sem biztos. Na tehát, miről is beszélgessünk? Hoztatok-e valami kérdés? Van valami kérdésetek? Mondja. Tehát ha minden időből áll, mint ahogy beszéltünk eddig róla, akkor tulajdonképpen az időhullámok okozzák a gravitációt is. Nem? Abszolút így van. Hát nincs más. Oké, és ez egy elsődlegesen is befolyásolja, meg másodlagosan is. Nem olyan egyszerű, mert maguk az időhullámok nem okoznak ilyen gravitációt, azok taszítóak. Ha csak idő, akkor taszító jelenlőek. Tehát a vízelem az taszító. A külső felülete az összes többi forrás, tehát először talán 10 lehet az egész univerzumban, de nem is az univerzumban, hanem az egész teremtésben talán 10 originális lehet, tehát nagyon kevés. De a vízelem az taszít, mert ugye az kifele fénysebességgel táguló hullámteret generál, és az mindig taszít. De a levegőelemben már nem, ott már kettős jelenségek vannak, tehát van pozitív-negatív idő, a külső felületek taszítanak, a belsők azok hol mozzanak, hol taszítanak, tehát az már egy nagyon bonyolult időgeometriát feltételez. Az anyag részecskék szintén. Tehát azok is taszítanak is, meg mozzanak is, tehát az nagyon ellentmondás, amellett, hogy fordulnak, ugye? Tehát a mai fizikával csak az a baj, nem nagy, csak kicsi baj van, hogy fogalma nincs, mi a gravitáció. Gravitációs távcső már van. Igen ám, de bevitték az erdőbe a fizikusokat, és elkezdték kergetni a kilométeres hullámhosszakat. Láttam már kísérleteket, mondjuk Perthben láttam, most éppen rossz idő van, de láttam a Google Earth-en, hogy volt egy 21 méteres kis gravitációs távcső is, amit beszélről úgy lehet megismerni, hogy elalakul. A többi távcsövek nem elalakulnak, de a gravitációs távcső először is fekszik a Földön, tehát semmiféle állítgat, hát nem lehet állítgatni sehová, mint a másik távcsöveket, és a rádiótávcsövet is, meg a fénytávcsövet is lehet állítgatni valamerre. De a gravitációs távcsövek túl nagyok ehhez, hát a LIGO meg a Virgo azok. A Virgo az 3 kilométeres, két LIGO az meg 4 kilométeres. De elalakban itt is 4 kilométer, ott is 4 kilométer, tehát bazi nagyok. Ezt nem lehet ugye sehová forgatni. Ez mindig arra néz, a Földön fekve az égnek arra részére néz, ahova mutat, kész. Máshol nem tud nézni. És hát én olyan gravitációs távcsövet terveztem mindjárt ezelőtt, mikor 20 évvel, 30 évvel, több. Mert 84-ben fedeztem fel a téridőt, és utána, tehát hogy milyen a téridő, semmi köze ahhoz, amit a fizika tanít, semmi köze. Ebben a térben nem forog egy elektron, nem működik semmi, ez nem jó. És a negyedik dimenziót sem tudják se, hogy belerakni kellene, hogy az időt is belerakják, ugye azért hívják téridőnek. Ugye, mert egyben van. Tér meg az idő. De a téridő az forgat is, a vízelem az nem annyira forgat, de a tüzelemek már forgatnak, vagy a levegőelemek is forgatnak, meg az anyagi részecskék hullámtere is forgatnak. Mert körbe-körbe másolódó rendszerek vannak benne, és a körbe másolódás közben ugye kanyarodó
időhullámokat keltenek. És a kanyarodó időhullámok okozzák a gravitációt is. Tehát a levegő az már ilyen. A fényvattumnak is van tömege, de nem anyag, nem is részecske. Az is egy nagy átverés, de óriási átverés. Tehát, hogy becsapódik és akkor kiütötte az elektront, és nem jó. Gerjeszti ugyan az anyagi felületeket, tehát ha becsapódik egy fényvattum egy ilyen anyagi felületre, mondjuk egy bádoglemezben, fémlemezben becsapódik, akkor annak a nagy része visszaverődik a bádoglemezről, egy kis része belehatol a belsejébe, és mennél rövidebb a hullám, az annál jobban behatol. És ez verte át a fizikusokat, de nagyon. Ugye, hogy a kék fénnyel ki lehetett az elektroszkópot sütni, de a vörös fénnyel nem annyira. Hát az azért volt, mert hogy a kék színű fénykvantumok nem azt csinálták, hogy kiütötték az elektront, nem ütöttek azokat ki semmi, hanem behatoltak az atomok közé, mert a kisebbek. Hát fel akkor egy kék színű fénykvantum, a hullám hossza szerint. Na jó, de nem ilyenre kell gondolni, mert ez is ilyen borzalmasarodva. Ilyen fény nincs. Ez a fény, amit itt rajzolgatnak, nem is elektromágneses. Nem foglalkozik a mágnessel, nem foglalkozik a elektrostatikus erő nagy feszültsége, nem foglalkozik vele. A tömegekkel foglalkozik. Tehát a tömeg az megjelenik nála. Mert az elektronnak is van tömege, vagy a fénykvantumnak is van tömege, amit az előbb mondtam, hogy van neki tömege. Hát görbül teret kelt. De a téridőnek is van tömege. Na ez az, ami nagyon furcsa. Miért is mondom? Hát, mert az is egy levegőelem, tehát az is az első energia kvantum. Kvantumnak kvantum, mert egy dózis, mert egy adag. De nem anyagi részecske. Tehát ez nem, úgy nem ütköztethető, ahogy képzelik. Tehát nem anyagi részecske, visszapattan, de teljesen más miatt pattan vissza, mint amit hisznek róla. Tehát ha becsapodik egy fémlemezbe, a fénykvantum, mondjuk egy kék, az behatol mélyebbre az atomok közé, és mit csinál közte? Gerjeszti az atomokat. Bemegy a protonok meg a neutronok belsejében a fénykvantum. Az a nagy fénykvantum bemegy abba a biciklis nukleumba, de hogy? Ez egy ilyen, hogy a fenébe megy ki át? Egyben, ha azt mondtuk, hogy a hullám hosszával összefügg, ugye? A mérete. Igen, hát mondjuk egy zöld 540 nanométer, az bazi nagy, tehát egy atommagbannál sokkal, de sokkal nagyobb egy fénykvantum. De vannak olyan fénykvantumok is, amit nem látunk, és ezt nem is nagyon nézegetjük, pedig az ultraibolya az már még ennél is sokkal kisebb. A röntgen még annál is, a gamma még annál is kisebb, de egyik sem elektromágneses. Fény a maga módján, de nem az, amit hisznek, nem rokon a rádióhullámokkal. Tehát itt kezdődik a nagy baj, mert a rádióhullámok azok elektromágneses hullámok, de ott mindig elektromosan töltött részecskék. És akármilyen ábrát keresek, mint ez is, mindegyikbe beleteszik a rádióhullámot, meg a különböző... Teljesen egybe veszik, mert ez most már száz évnél régebbi tévedés. Száz évnél régebbi a tévedés, és mondogatják, ugyanúgy tévedést mondogatják. Színuszhullámocskákat rajzolgatnak, ne vicceljetek már. Vannak rá, utal a természet, hogy fiam, te egy hülye vagy. Utal a természet. Jó, és akkor csinálja tovább. Tehát, mintha nem is hallanál. Mint a rossz gyerek, akire rászólsz, és hiába szólsz rá, mert nevelhetetlen. Ő csinálja tovább azt, amit mondott, hogy ne csináld, ne nyújj bele, ne dugd a szöget a konnektorba. Hiába mondod neki, hogy csak azért is bele fogja dugni. Mert ő megmutatja. Én is megmutattam gyerekkoromban. Gyerekek, úgy megrázott, mint a Krisztus a vargát. Tudod, miért rászáll a Krisztus a vargát? Ha nem volt rajta védőfüldelés. Tehát, de megfogtam a drótot, visszakon megrázott. De ott még 110 volt a pincében, valaki letépte a foglalatot így, és ott kiállt a kédrot, én meg megfogtam, lelúgott, elértem, mint gyerek éppen elértem. Ó, piszakul megrázott. Megfogtam még egyszer. Olyan nincs, hogy egy ilyen vacak drót engem legyőzzön. Érted? Szóval ez volt az őrület az egészben. Gyereknek is makacsoltam.
De aztán rájöttem, hogy de erős birkózóként van benne. Úgyhogy nem, utána már nem fogdostam. De azért még utána is jó sokszor megrágott, nagyobb feszültségek is. Tudom én. Minden, de túléltem, itt vagyok. Hát lehet, hogy a világ már bánja, de most már mit lehet csinálni. Most már ha hol a földom a maszkert, akkor is majdnem 80 évig értem. Aztán jó van. Jó. És tovább gondolkodok. Azt hiszed, hogyha meghalsz, akkor te már nem gondolkozol tovább. Dehogy nem. De sok hülye öngyilkos azt hiszi, hogy azzal megoldódik minden. Fölköti magát, megszűnt a hiba. Nem látja, nem hallja, nincs probléma. De a probléma vele fog menni. Nem olyan egyszerű a történet. Tudnék tovább lát, hal és látja a problémát. Tehát már nincs, nem tud segíteni, tehát már nem tud megfogni valamit, az arrább tenni. Jaj, de hülye vagy, kisfiam, hát ezt arrább teszem, és akkor nem esel át rajta. Már nem tudja megcsinálni. És itt kezdődik a probléma. Tehát azt hiszik az emberek jelentős része, hogy azzal, hogy megha vége mindenek, ez ilyen materialista baromság. Materializmus kitalálta, hogy lélek nincs, az egy klerikális népbutítás, nincs olyan. Hát aztán kiderült, a 30-as évekre már kezdett kiderülni, hogy baj van, mert a 30-as évekért már nagyon jöttek fölfele a pszichiáterek, hogy akkor már, hát igazából a papokat helyettesítő materialista pap. Érted? Szóval ez az érdekes. Mert hát mit csinálsz? Ugyanúgy elmondod neki a bűneidet, a bajaidet, a bánataidat, a problémáidat, elmondod, mint a papnak. A papnak is ez a dolga, meggyónsz neki. És akkor... Ad egy bugyot, aztán elnézést. Persze, de hát ugye kölyök rosszat csinált otthon, és elküldi az apja a paphoz, hogy gyógyjon meg. Ám már ilyen 16 éves kölyök, és gyógyjon meg. Hát, ez mondja, hogy mit csinált. Na és volt-e valami lánykaland, valami volt-e? Nem volt. És nem voltál a Teplom utca 22-ben a Gizikénél? Nem voltam. És nem voltál a Raktár utca 21-ben a Sárikánál? Nem, én ott sem voltam. És nem voltál, és felsorol neki, vagy hárma. Jön ki a templomból a srác, ott várja a haverja. Na, mi van, megnyomtál? Meg. És megnyomtál, feloldoztak fel. És kaptam három nagyon jó trükk, vagy cippet. Tehát kihez kell menni. Tessék, parancsolj. Miért gondolják azt, hogy elektromágneses sugárzás a fény? Mi vezette fény? Mert akkor fedezték fel az elektromágneses sugárzást, ugye a rádiózást, a rádiógulámokat, még a 1800-as évek vége felé fedezték fel. A fényt azt sokkal régebben kutatták, de az már Petőfi előtt is kutatták, hogy megszületett volna. Rádiógulámok eltérítetőek mágnessel? Valószínűleg valamennyire igen, de azok is már azok másképp viselkednek, mert szét van válva az elektromos meg a mágneses komponensük. Tehát jól lehet irányítani őket, mint egy reflektort, mondjuk a parabola antennák, amik most a tetőn vannak, az igazából egy műanyag parabola, amit bevonnak egy fémréteggel a felületén, és kész. És akkor a fókuszpontjába beleraknak egy ilyen is. És érzékelőt, és azt vezetik le aztán a dobozkához, amivel benne van, ami dekodolja meg, felhasználja ezeket a műhold jeleket. Nagyon nagy jelek. Itt ezek itt agonizálnak, vergődnek, haldoklanak ezek a 4G, 5G, ugye milyen cirkuszok vannak, kivágják a telefontornyot, meg mi csinálják a hisztériát vele. Csak úgy mondanám, hogy gyerekek, ha egyszer fölnéznétek az égre, és látnátok, hogy ott mennyi ilyen műhold áll, ha csak egyszer látnátok, akkor rájönnétek, hogy ez az egész hisztéria csak egy ilyen lüke hisztéria, tudatlanság hisztériája. Nem azt jelenti, hogy a telefon nem sugároz, nem ezt mondom én. És azt sem mondom, hogy nem veszélyes. De gyerekek, a műholdak, amik körülöttünk így állnak, hát az én műholdvevőm az 50 műholdat vesz. 50 műholdat. Venni. Hát nem fér annyi bele a memóriába, hát ilyen 3200 csatorna befért. Jó. És automatikusan ráfordul, rá a motorra, stb. De most gyerekek,
A Bercy ott jött rá, hogy valami nem gömbölyű a fiam, hogy állította be az antennát, mert elfújt a szél, és állította be. Vettem egy ilyen műholdbeállító kis elektronikát, amit rá lehet dugni, és akkor azzal meg lehet keresni a műholdat, fütyült oda, megvan a műhold. Na, és kijött neki, alulról kapott tápot ez a dobozka, 12 voltot, mert a motorhoz, meg a mozgatáshoz, ahhoz van, fölmegy áram. Ugyanazon a kábelen megy föl, a coax kábelen az áram, mert a váltóáramot egy kondenzátor el lehet választani, azt jól. Ne? És kijött neki a csatlakozó, nem vette észre, és égett a led a dobozkán. Akkor nézi, de hát kijött a csatlakozó, nem kap tápot. Miről ég a led? Értitek? Hát a műholdról. Lehet kapni ilyen műholdkeresőket, igen, amit meg is többször láttam már, amiben egy mutató skála van, és azt a skálát kimozdítja. Úgy van, kimozdítja, és működik, nincs mese. Tehát olyan térerőt adnak ezek a műholdak, hogy ahhoz képest ezek ilyen kis, senki sportba pukkantás, ez semmi. Mint ha belepúznának a nullás lisztből, hát ez semmi, ez ahhoz képest azok a műholdak, de várjál, hát itt most már hát mennyi van fönt? Nagyon sok. Több száz. Na nem azok a, azok a web műholdak, azok is sugároznak. De ezek a műholdak, amik állnak, ezek a stacionár műholdak, ezek látszólag a Földnek egy pontja fölött állnak. A Földnek az egyenlítőjének a magasságában körbeállnak, ám a szélesebb spektrumban vannak sávba, és ott állnak ezek a műholdak, rengeteg műhold. Rengeteg. Van rengeteg döglött is már, amik ott fönt vannak, és keringenek a Föld körül, méghozzá hát ilyen 34 ezer vagy 4 kilométer távolságban, vagy 38 ezer, így valami, keringenek. És együtt keringenek a Földdel, pont azzal a sebességgel, ahogy a Föld forog, és ezért látszólag egy pont fölött állnak. Ez így működik szemre. Olvasom a Wikipédiát. Olvasd a Wikipédiát. Csak szemezgetek belőle. Hullám részecske kettősség alapján a fény hullám és részecske tulajdonságokkal is jellemezhető. A részecskéket a kvantummechanika a fény kvantumainak, fotonoknak nevezi. A fotonok olyan részecskék, amelynek nyugalmi tömege zérus. Hát, mert ez egy lüke. Üres térben pedig vákuumbéli fénysebesség. Hát görbült teret kelt. Ha görbült teret kelt, akkor nem lehet a nyugalmi tömege zérus. Ráadásul semmilyen nyugalmi, mert ez fénysebesség, még gyorsabban keringő elemek keltik a fénykvantumot. Egész egy marhasság, nem tudok más mondani, ezt tanítják az egyetemen, tudom én, de úgy szar, hogy van. Nem jó semmire, ezek nem tudja végre már fölébredni ebből a marhasságból. Ketté lehet vágni a színuszt, LPR jelenség. Gyerekek, Einstein, Podolsky, Rose. Az Einstein cáfolta meg a fénysebesség maximális létét. Tehát, hogy a fénysebességre nincs nagyobb sebesség. Maga Einstein cáfolta meg, tudod mikor? 1935-ben publikálták. Einstein, Podolsky, Rosen. Nézz utána, keres, LPR, beírod, ma akkor is megtalálod. Gyerekek, nem, egyszerűen nem csinál, valakik befagyasztották, a proletár tudományt csináltak ebből a tudományból, valamikor nagyon fejlődött, de most már mint a számítástechnika fejlődik, persze ez nem azt jelenti, hogy az emberek is értenek hozzá, mert nem. Sőt, azon dolgoznak, hogy egyáltalán értsenek hozzá. Hát régen vettél egy szokorrádiót mondjuk, ami egy orosz vacak volt, de működött 20 évig, viszont vette egy ilyen rádiót, adtak hozzá egy kapcsolási rajzot. Vette egy televíziót, adtak hozzá egy kapcsolási rajzot. Most tudod, mit kapsz? Semmit. Nincs hozzá kapcsolási rajz. Egy év garanciát adnak. Adnak egyet egy év garanciát. Adnak egy év garanciát, és utána vagy van szerviz, vagy nincs, dobhatod kifele a drága televíziódat. Tehát itt kezdődnek a problémák, hogy egyre inkább ilyen vedd meg, dobd el társadalom kezd lenni, ez baj, ez nagy baj. Ez attól van, hogy egyre jobban integrálódnak ezek a berendezések, tehát egyre kompaktabb, ettől lehet egyre olcsóbb és egyre jobb a tudása. Igen. Nem egyszerűbb, összetettebb a felépítése. De annak az is lényeg benne, hogy ne tud megjavítani. Tehát már úgy vannak megcsinálva, hogy nem lehet sem, most már az új telefonokat már nem lehet akkumulátort cserélni benne.
már a SIM-kártyát is csak úgy ki lehet emelni belőle, de már de nem lehet benne akut cserélni. Lejár a garanciája, lejár az akkumulátor is benne, aztán szia. Ennyi volt, meg egy Bambi. Ez kész. Há, milyen jó volt az a Bambi. Izéből csinálták elvtársaknak, a Kátányból. Nagyon jó volt. Aztán rájöttek, hogy rákkeltő, de nagyon itatták a gyerekekkel. Wow, hú, mindenki Bambiti volt. Komolyan? Tudom. Emlékszel rá? Te is. Én is. Csatos üvegben. Csatos üvegben. 5,50 volt a csatos üveg. Nagyon drága volt, a Bambi meg 1,30. A benne a lévő Bambi az 1,30 forint volt. Hát most azért egy ilyen üdítőt megveszel, az... Hát azért az is a másfél deci lehetett. Nem volt, nem is talán is volt 2 deci. Nem volt 2 deci. Volt 2 deci volt? Ilyen narancsárga színű volt, kicsit narancsízű volt. Nem volt benne piros is, ami... Szénsavas volt, igen. Hát ilyen nosztalgiából még csinálnak is belőle talán egy kicsit. Nem tudom, valahol ilyen ünnepségeken árultak, ilyen nosztalgia ünnepségeken a narancsszörpöt árulták. Ilyen Bambit árultak, kimondott Bambis üveget is. Ilyen csatos üveg volt és minden. Hú, nagyon-nagyon ott volt. De ki lehetett cserélni az üveget, és visszavitte mindenki, mert 5,50 volt az üveg. Ha hozzáteszem, hogy akkor egy kiló kenyér 3,60 volt. Meg egy kifli 40 fillér. Mit? Egy kifli 40 vagy zsömmel 40 fillér. Zsömmel 40 fillér volt, igen. Egy szegedi cipó 1,60. Emlékszel rá? Persze. Nagyon szerettem a szegedi cipó. A gimnáziumban még 50 fillére vettük a Stanglit, amit kimondottan egy zsákkal hozott a portás néni reggelre, és akkor mentünk Stanglit venni hozzá. Az 50 fillére adta, keresett rajta 10 fillért. Minden darabon. Hát akkor a 10 fillér még létezett, most már nem is létezik. Már forint a fillér, sőt. Hát most már ugye a 200 forint is apró pénz. Tehát aztán szép lassan romlik elfele. Hát most már 30 ezerest akarják bevezetni. Mi? 30 ezerest. 33 ezeres, az lesz a legjobb. Hát most a 30 ezeresen akarod. Bevegy a pali és fizet két hamis 50 ezeres, vagy 50 ezeresre fizet hamis 50 ezeres, és akkor visszaad neki két 33 ezerest. És ilyen, vagy egy 33 ezeres, meg 17 ezeres gyereket adnak neki vissza, mert csak egy gyufát vesz. Tehát ez így működik a világban. De nem csak a forint romlik, a dollár is romlik. Meg az euró is. Meg az euró is romlik, meg minden pénz romlik. Az infláció az egy hajtórugó. Régen korbáccsal hajtották a rabszolgákat, most az inflációval hajtják a rabszolgákat, mert ha nem hajtod eléggé magad rabszolga, akkor nem korbácsot kapsz, nem kapsz fizetésemelést. Én oda tartom a popsikámat, és ha nem nyalsz, akkor bocsánatot kérek. De nem kapsz fizetésemelést. Ez így működik. Nagyon régóta így működik. Nem jönnek rá emberek, hogy hát igazából azzal lehet zsarolni őket, hogy munkára sarkalják. Hát van, akit azzal se lehet. Mert arra a pálinkára elég, vagy almaborra, amit megvesz, aztán kész. Nem kölye ki semmi más. Na tehát térjünk vissza a fénykvantumokra. Tehát az a lényeg, hogy a fénykvantumokat tahionok keltik, körbe másolódó tahionok. Tehát a tahion visszarohan a saját múltjába, meglátja magát maga előtt, mert visszament a múltjába, a múltja az gömbszerűen terjed. De még vissza tud kerülni, egy gyorsabban megy, mint ahogy terjed. Tehát azért mondtam, hogy a fénysebesség egy gyorsabb elem, és lehet, mert nincs tömege. Akármilyen pici íven megfordulhat, nincs tömege. De tömeget mégis kelt, hiszen görbült tereket hoz létre. És ezek a görbült terek okozzák aztán a fénykvantum tömegét, a télidő tömegét, mert annak is van, és természetesen az anyagi részecskék tömegét, vagy a lelkeknek a tömegét. A lelkeknek is elég nagy tömege van. Tehát a lélek azért, hogyha túl nagy pofont lecsavarok neked, így a parasztlengőt, lecsavarok egy a nagy parasztlengőt, akkor a lelked egy helyben marad a tömegtehetetlensége miatt, a fejed meg elmegy oldalra. És akkor kiszakad a helyére, aztán szia, meghalsz. Ezért halsz meg azért valakit agyonütni egy nagy pofonnal. Nem egy ember halt meg így, hogy kapott egy nagy maflást, és puf, meghal. Úgyhogy ez egy ilyen életjáték, az is
mondjuk a boxolók is állandó életjátékot játszanak. Állandóan életjátékot játszanak, életre halálra ütik egymást. Hát látják, hogy már tagjány áll a vére, egyben van, akkor már leállítják a meccset. Jó, bedobják a török között, stb. De attól nem biztos, hogy föl fog kelni. Rászámoltak, már 15, már 20, már 35, még mindig nem áll fel. Aztán kiderült, hogy na hát ez, ennek annyi lett. Tehát amikor oda ment, tudta, hogy a box az ezzel jár. Ilyen a box. Tehát mi van még, a fénykvantumra visszatérve. A körbe kanyarodó fénykvantum az, az nagyon fontos elem, már csak azért is, mert ő az energia. És ezt az energiát kell nekünk megérteni, de nem úgy kell megérteni, ahogy megértették, hát ennél sokkal jobban meg kell érteni. Nem olyan bonyolult, én elmondom, hát végignézze az összes filmjének, hát türelem kell hozzá, mert 900 film nem van ilyen egy órára hossza, tehát úgy 1000 órát kell neki legalább nézni a filmeket, de mindent elmondok benne. Itt van a fénykvantum működés közben, mi ez? Hatos szerelem. Nézd meg, belemegy magába, kelt maga előtte egy látomást. A látomás megy előtte, belemegy az is magába mindjárt, akkor az is kelt maga előtte egy következőt, és a következőt, és a következőt. És nézd meg, mi alakult most ki. Egy szív. Az a szív, amit a nyakunkba hordunk. Vagy amit küldözgetünk a lányoknak, meg a fiúknak. Ez az igazi szív anatómiája. Ez az igazi szív, így van. Ez az Isten szíve. Ez az Isten szíve, ez az igazi szív. És a hülye ateista azt hiszi, hogy ő nagyon nagy. Wow, ne visz Istenbe. Ja, akkor ne küldözgesd az Isten szívét. Miért? Hát azért. Mert az a piros szív, amit küldözgetsz, az térbeli egyébként, ez egy zárvány a Szentlélekben. Gyerekek, hát mennyi idő telt el, hogy ezt elmondták, hogy Illés elmondta, hogy egy kerék, ami minden felé megy egyszerre. Hányszor mondták el már az emberek? Egy kerék, ami egyszerre megy minden felé. Egy NASA mérnök csinált egy szabadalmat, ami ilyen kis orsó alakú elemeket gyártottak, és azt rárakták egy nagy karikára még, és akkor így lehet így gurítani az egészet, meg oldalra is lehet gurítani. Két szabadsági fokú kerék. Mert ő azt meg akarta fejteni egy materialista aggyal, hogy milyen lehetett az, amit az Illés magyarázott a Bibliában. Mert ő bemegy a templomba, meghallgatja, érteni nem érti, de meghallgatja, megérti. Majd egyszer, 100 év, 1000 év múlva. Jeremiás könyvében is van egy ilyen. Mit? Jeremiás könyvében is van egy ilyen készítmény. Bizony. Mert akinek megmutatta magát a Szentlélek, az el tudja mondani, de ebből senki semmit sem ért. Hiába mondja, mert azt hiszik, hogy ez ilyen vallási, ilyen népbutítási, és ilyen nagy asszoskodnak a materialisták. De közben nem tudja elmondani a téridőt. Egyik sem. A nagyon okos sem. Volt egy-kettő, de tényleg egy-kettő, aki jutott valamire, az a Szaharov akadémikus volt, vagy a Wheeler például eljutott a téridő, meg az energia kvantumhoz eljutott. Tehát voltak, akik már eljutottak odáig, de tényleg csak így meg lehet számolni, de kutyának se kellett. A kutyának nem kellett. Lerajzolták, elmondták, félspínű téridő, leírták. A félspínű téridő az egy csavarodott, csigaházszerű téridő, bocsánatot kérek. A síkagyúak egy spirált hisznek, mert síkagyú, nem térbeli, hanem ilyen rugó, mint a hajszárugó az órában. De közben nem, ez egy térbeli, egy gömbszerűen terjedő, mindenfelé megy, mert nem így megy mindenfele, hogy éjszakra, délre, keletre, nyugatra, nem! Fölfele, lefele is, az mindenfelé megy. És ez az, amit nem értettek meg, mert sík vagyunk. A papír vagy a tábla síkjába tud gondolkodni, teleírja képlettel, meg mindennel, csak egy nagy, szét matematizálták az egészet.
Hát ezért ehhez is kell matematika, hogy tényleg alaposan elmondjam, a kvaternyókkal lehet leírni a fénykvantumot, de hiába van hozzá matematika, akkor se érti, nem érti. Nem azt keresi, azt se tudja, hogy mit keres, ez az érdekes. Hát hogyha a koordinátorrendszert ragozza a végtelenségig, akkor majd rá fog jönni, hogy az úgy nem jó. Néhányan rájöttek, de az meg nem kellett senkinek, mert az meg túl bonyolult volt. Tehát egy ilyen körbe keringő függvény, hát az bonyolult. Tehát ilyen lerajzolunk XY, az értjük, már tudjuk, francokat tudod. AutoCAD-hez jó, de nem ilyen a fizika, és az energia sem ilyen. Tehát ami kelti az energiát, meg az anyagot is hozzáteszem, nem csak az energiát, hanem az anyagot is, vagy a lelkedet, azok tahionok, azok tűzelemek, azok fénysebességű, gyorsabban mozgó időforrások, és az a hátra hagyott múltja az, ami manipulál. Ugye az előbb föltettük ezt az állat, ahol körbe másolódik, mert körbe forog, de síkban van föltéve, mert ez nem tudtam neked térbe lerozzolni, de visszakanyarodik magába, belemegy a múltjába, mit látott? Hozza felé a múltja az ő régi képét. Itt volt, és azt a képet hozza. A múltja, ahol volt. És ez a lényeg az egészben, hogy így működik maga az energia, keresitek az energiát. A gyerekek már az orrotokra rá van hordolva, már mi az, hogy keresitek? Harcolnak egymásért a lükebókák, olaj, gáz, szén, őolaj, ő, energia, ő, szélenergia, ő. Gyerekek, és mi van, ha nem fúj a szél? Zöldjeink, gyönyörű ultrazöldek, gyönyörű szépségeink. Mi van, ha nem folyik a folyóba a víz? Nem megy a vízi erőmű. Mi van, ha nem fúj a szél? Nincs áram. Mi van, ha a nap nem süt, mert beburult? Akkor sincs áram. Tehát se a fényelem, se a szélerőmű, se a vízi erőmű nem alkalmas. Nem alkalmas egy ország működtetésére. És mindenki, aki ezt erőlteti, az egy idióta. Nem tudom másról, egy idióta. Erőlteti, nagyon harcol, benne van még harcolni kell persze. Imádja ezt a harcot, jaj, ő megy és harcol. Imádjad és harcoljál, de te egy idióta vagy. Mert hogy nem gondoljátok végig, hogy a 20%-át nem lehet kitenni ebből az energiával, amire szükség van. Ja, hát 2000 wattos vasalója van, hát az van. Hát neki az kell, jár neki a 2000 wattos villanyboilerja, mit tudom, minden van neki, fűtése, hú, 5000, 8000 wattos villanyfűtése, minden van. Ja, hogy honnan megyek hozzá az áramot? Majd a fényelemet, igen? Hát ha mindenki által elektromos fűtésre, gyerekek, akkor 5%-ára nem elég. 5%-ára arra mi szükség van? Na most mi a baj? Leszakad az erőmű. Ezt nem tudja ez a nagyon zöld, nem ért hozzá, mert egy hülye. És mi történik? Hát az angoloknál vannak ilyen gyorsindítású erőművek. Mindenfelé van, persze, mert az angolok vége van, ahol nem ecsenek, akkor mennek teázni. És akkor bekapcsolják az összes ilyen szamovár vízforralójukat. Ha-ha! Tehát az 1500 wattokat fogyaszt. 2000 wattokat fogyaszt. És akkor egyszerre mindenki egy pillanatra kap. Tehát vége a meccsnek, és körülbelül két percen belül felszorad a fogyasztásra háromszorosára. Hogy tudod, az bolondok, mindenki egyszerre kapcsolja be. Tehát nem tud szépen sorba. Mit csinál az erőmű? Hát a nagy megterelést, dob egy hátast. Elaludna a villany, de nem ez a baj, hanem szétszakad a rendszer. És az újraindítani legalább egy fél nap, hogy újra azt a fordulatszámot elérni, úgy működjön. Nem olyan egyszerű, azt hiszed, hogy kikapcsol, bekapcsol, értem, nem értesz semmit, mert egy bolond vagy. Azt hiszed, hogy azt úgy kikapcsoljuk, bekapcsoljuk. Nagyon pontos szinkronban vannak az erőművek egymással. Nagyon, 50 Hz-es szinkronban vannak. Órát lehet hozzá igazítani, tehát vannak olyan órák, ilyen bedughatós órák, régen volt agydi, volt valami világító folyadékkristályos, vagy ledes, vagy nem tudom milyen kijelzővel, amik az 50 Hz-ről vették a pontos jelet. Tehát ahhoz nekem a konnektorom olyan most. Van ilyen kis konnektorom, amiben forog egy óra. Be lehet állítani, és akkor
hogy mikor kapcsolja be az akváriumnál a lámpát, meg mikor kapcsolja be. Az más, az kicsit más, de... Nem más, az is azzal megy, egy kis szinkromotorral megy. Az is szinkromotorral megy. 50 Hz-es szinkromotor, nem igazán pontos, nem igazán fékeződik, valami nem stimmel velem, elmarad az időtől, nem jár pontosan. Lehet 60 Hz-re onnálni fog. Meg nem egész pontos az 50 Hz, hanem 49 vagy mit tudom, nem egész pontos. De a lényeg az, hogy az 50 Hz kiesik, ha el kell szembe dolgozni, gyerekek, egy fél fázissal elmarad, akkor el kell szembe dolgozni a másik erőművel. Nem jönnek erre rá. Nem, mert nem ért hozzá, csak pofázik, meg hőzög. Nem ért hozzá. De pofázik és hőzög. Ő a nagyon zöld. Mondom, jó, hát gyerekek, jó. De hát azért olyan butaságokat erőltetnek, így fogom a fejem, hogy ó. De butaságokat. Mert ők nagyon akarnak harcolni. Hogy kis csaj jön hozzám, hogy most izé lesz, állatvédő lesz. Mondom, jó, az jó. És volt már valami állatod? Nem. Aranyhörcsögöt sem volt el. Macskát sem, kutyát sem, semmi. Nem. És akkor mit akarsz védeni? Hát először talán otthon véd meg. Tehát, hogy azt gondolod, hogy a gyereknek az nem jó, persze, mert amilyen lüke a mama, hozza a vizét, hozza a kutyát vagy a macskát, a papa meg a mama, csak egy nagy baj van, a gyerek szarik rá, nem takarítja össze a macska, oda szarik a sarokba, olyan büdös, mint a fene, a gyerek nem takarítja, majd a mama, a papa, na hát ő nem, hát a kis... ez ilyen, jól simogatni azt akarja, de hát ő, kulát nem takarít utána. Tehát, vagy oda pisálod, az is büdös. Mire rászoktatod a macskát, hogy szobatiszta legyen, meg minden, mert az enyém szólt, odállt az ajtóval, jelentkezett, végén csináltam neki egy ilyen lukat az ajtóra, hogy menjen ki, az kész. És el volt intézve, kiment a macska, megjött a macska, volt neki ilyen csapóajtója, és kész. Nem jött be a hideg, de a macska ki tudott menni, nem keltett föl éjszaka, mert éjszaka is fölnyávogott néha, hogy ki akar menni, és akkor. Hát neki is kell pisilni, hát rendben van. És ezért a lakótelepen laktam egy darabig, ilyen a WC-ben benn volt egy tepsi, ami egy rossz tepsi, amiben homok volt, azt oda járt a macska. És annak is volt egy lyuk az ajtaján, és akkor ott járt a macska a izében. Kivettem azt a szürke rácsot, amiben volt, és akkor ott be tudott bújni a macska. És oda bejárt izélni, bejárt dolgát végezni. És ott volt szellőzés is valamennyire, úgyhogy nem volt semmi probléma. Betakargatta szépen, el volt intézve. Meg kell tanítani az állatot, mint a gyereket is meg kell tanítani. Ha nem tanítod meg rá, az is a sarokba csinál. Tehát meg kell tanítani. Rendesen és türelmesen meg kell, türelmesen. Nagyon nehéz türelmesen megtanítani. De mert neked, úgy tudom én, az egódnak szembe szó. Tehát térjünk vissza az energiára. Rettentően fontos az, hogy az erőművek nem dolgozhatnak egymásra szembe. Ha egyszer szétesik a rendszer, egymásnak keresztbe kezdenek dolgozni, levált a másik erőmű, a harmadik erőmű, a negyik, szétesik minden. És akkor mire összeszinkronizálnak, megint az egy külön, nagyon komoly munka. És ezt nem értik ezek a rettentő zöldek, hogy ha, ja, megy a szélerőmű, nagyon jó, de ha nem fúj a szél, akkor éppen nem. És olyan rendeleteket hoztak, ilyen bolond, bürokrata, idióta, nem tudok más mondani, hogy agyament idióta, hogy olyan rendeleteket hoztak, hogy te előre meg kell mondjad, hogy melyik időszakban, mikor, mennyi áramot fogsz termelni a szélerőműveddel. Hát nem bolond ez? Teljesen bolond. Érted? Ez egy bolond bürokrata. Hát hogy lehetne megmondani előre, hogy mennyit fog te egy atomreaktorral, meg lehet mondani. Ha csak nincs valami nagy üzemzavar, de az ritkán van. De egy szélerőműnél nem lehet megmondani. Ja, hát akkumulátor az piszok drága, baromi szennyező, a izi akkumulátorok, ezek az ólom akkumulátorok, ezek szennyezők. Az, amit most itt hőzöngenek, az nem annyira szennyező. Az egy könnyű fém. Az nem ólom, ami nehéz fém. Az egy könnyű fém, amiben most ezeket a lítium akkumulátorok. És a lítium az egy könnyű fém. Hát gondolod, hogy veszélytelen, de nem. Nem veszélytelen. Ahogy víz éri, komoly baj van. Na most azt mondta, hogy de nem éri víz, mert le van zárva. Hát igen, csak úgy mondanám, hogy kicsit öreg az akkumulátor, és töltögeted, mi történik vele?
összefossa magát a hátuljába. Ilyen fehér tyúkot kieresz magából, ugye? Láttatok ilyet? Hát azért, mert annyira le van zárva, tudod? Na de utána, hogyha melegedett és kinyomta izét magából a tyúkot, akkor a folyadék az nem csak összenyomhatatlan, hanem összeszívhatatlan is. Vagyis, hogy vákum lesz az elem belsejébe, és éppen akkor víz éri, vagy belemerül valami vízbe, abban a pillanatban föl is szét is robban az egész a francba. Mert hidrogént termel, meg oxigént egyszerre. Katalizálja. Vizet bont. Vizet bont, és ahogy a bontja a vizet, lógot is termel, ilyen litium hidroxidot, de közben szétrobban, kész. Olyan nagyon kussolnak az elektromos autósok, rettenten kussolnak. Behúzták a nyakukat, szélamoskodnak, elsúnyognak. Ilyen gyerekek, legalább 10 olyan izét láttam, felvételt, ilyen autószrádán, hogy a biztonsági kamera fölvette, hogy jött szembe egy ilyen elektromos autó, és egyszer csak bang! Mert ugye a hidrogénnek és az oxigénnek nincsen szaga. Nem büdös. A gázművek által szolgáltatott gázba abba etilmerkaptánt raknak, ami büdös, mint a rosszabb. Az a gázszag. Az büdös. A spiritusban pirinit raktak, hogy ne igyad meg. Az is büdös. Az alkohol, de ne igyad meg, már csak azért sem, mert az javarész metilalkohol volt, és megvakulsz tőle. Tehát azért ne igy meg, mert a hülyének alkoholszaga van, megissza, mert be van indulva az alkoholszaga. Igen, és megissza, aztán meg is vakul. Tessék, a csak. Biztos az elektromos közlekedés, vagy az elektromos energiatárolás lesz a jövő a közlekedésben, közúton mindenképpen, de ehhez kell egy tárolórendszer, ami jól nagyobb energiasűrűséggel engedi tárolni az energiát, az elektromos energiát, és olcsóban előállítható. Tehát most úgy felszaladtak az árak, nem csak az elektromos autó miatt, az elektromos autó iszonyatosan drágák, és nagy része az akkumulátor. Annak az aljában tonnányi akkumulátor van. Hát iszonyatosan súly, hogy nem borul fel. De már Németországban sorba zúzzák be ezeket az elektromos autókat, mert már olyan drága bele az akkumulátor, hogy inkább vesz egy újat. Nem éri meg akkor sem. Nem éri meg kicserélni. Szóval ezek olyan jól hangzanak, ez is nagyon zöld. Olyan zöld, mint a fene. Most örömhír van, hogy vannak már találmányok, működő találmányok, nem elképzelés, nem fantáziálás, nem, működő találmányok. Én legalább 5 ismerek olyat, ami működik. Energiatároló, ami úgy tárol energiát, hogy nincs benne semmilyen akkumulátor, és tárolja az energiát. Nem kis, gyekkora kis dobozka, de annyi energiát eltárolja, a nagy kamionnak azért az önindítója az főránt. Az én Dacia-m 90 ampert rántott fel, az pedig egy szar volt. De mekkorát ránt fel egy kamionnak az önindítója, milyen áramot vesz az fel. És az is elindul róla. A kamion elindul róla. És fajlagosan mennyibe kerül egy ilyen? Olcsó. Nagyon olcsó. Olcsó, mint egy lítium akkumulátor, azonos teljesítői kapacitás. Talán nem olcsó, de nem romlik el. Tehát nem galvanikus. Nincs benne elektritrét, vagy mondjuk ugye a litium, ezekben az akkumulátorokban ilyen trüffmó van, ilyen elválasztó fólia, ilyen van, elektrét van, nem elektrét, hülyeséget beszélek, elektrolit van, és az elektrolit az folyadékszerű. Az jön ki, amit elemet töltött, vagy az akkumulátor töltözgeted, az öreg akkumulátor, kicsit túltöltöd, akkor így kicsit összecsinálja magát a töltőbe. Az ionok vándorlásához van szüksége. Igen, az ionok vándorlásához van szüksége, de ebben nincsen semmilyen ilyen. Láttam, működik. Tehát láttam, működik. Őrült nagy energiát lehetne tárolni, egy évig is eltárolja. Szupra vezetővel működik. De nem kell hozzá minusz 170 fok. Plusz 42 fokig működik. Na ez már úgy jó, mert a plusz 42 fok az tartható, az nem egy bonyolul. Ez nem egy bonyolul. Vannak alkalmazási lehetőségek. Hőszigetelés kérdése, nem egy bonyolul. Hőszigetelés. És 42 fok fölött
eldobja a kaszárkapát, vagy csak eldob kaszárkapát. Kész. Megáll, mint a szupravezető. Ha eldobja a kaszárkapát, nem csinál semmi baj, csak mint hogyha kiszívták bele volna az erőt. Mert kiszívja, a saját belső ellenállása szívja ki a rendszerben. Hát ez semmi, ilyen melegben még működik 42 fokban. Gyerekek, hát az nagyon jó. Egy szupravezetővel működik. Megnyerte a genfi találmányi kiállítást. Közvetve látom, hogy tértél. Tehát nem azon, hogy eltitkolt meg nincs ilyen, meg nem hiszem. Nem, megnyerte a találmányi kiállítást aranyéremmel. Nem fogják bevezetni, még nem. Mondjam, kicsit viszont találtam egy nagyon jó térképet. Igen. Az európai elektromos hálózatról. Az igen. Jó sok forrásai van benne. Tehát most így belemegyünk Magyarországra. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Ott. Az erőművek nincsenek feltüntetve rajta, csak így az elágazások, meg a csomópont, hogy Jévisz, Topolár, Bécs, Sándorfalma, Albert Irsa, tehát ezek a jellegzetes pontok. Sajószöget, nagyon érdekes, oda nagyon sok vezeték befut. Budapestről és a innen irányítható Budapestről ez a hálózat. Ez ott volt az Erzsébet itt közelében. És ez az egész hálózat szinkronban van. Ez az egész hálózat szinkronban van, úgy van. Tehát ezeket nagyon, nagyon oda kell rá figyelni, hogy ez működjön, minden rendben legyen. És ha rákapcsolsz egy új fogyasztót, egy nagyobb fogyasztót, de elég egy áramszünet. Valamilyen nagy kábel elkezd lefüstölni magát. Gyorsan kicserélik, lekapcsolják, addig kicserélik. Aztán beindítják, de amikor beindítják, rajta van az összes hülye, rajta hagy mindent. A vasalót is ott hagyja, meg a elaludt, ott hagyja. Aztán csodálkozik, hogy fölgyújtja vele a lakást. Mert elmegy otthonról, hát hideg volt, akkor elmentem, hideg volt. Jó, de visszakapcsolják az áramot, drágám. Tehát annyira nem tudják az emberek végig gondolni a dolgaikat. Komolyan így csak így fogom a fejem időket, ez komolyan gondolom? Úgy. Ajaj. Borzasztó nagy probléma. De komolyan gondolja, nagyon komolyan. Mert nem is értik. Nem is érti. Nem érti, nem is akarja megtanulni, az a nagyobbik baj, hogy amikor elmondanák neki, akkor a harmadik mondatnál leszakad. Mert nem ért semmit. Na most ott kezdődik a harmadik, azért szakad le, mert már az összetett mondatot sem érti. Nem az elektromos hálózat magyarázatát, az összetett mondatot nem érti. Tehát ami kicsit hosszabb mondat, látom, hogy nem érti, mert a nyilatkozónál tárgyas esetben kezdi, részes esetben folytatja, birtokos esetben adja abba. Hát nyilatkoznak ilyen idős, teljesen össze-vissza beszélnek. Ez jó, megmondta magáért. Tehát Nem tudja követni a saját mondatát. Nem, másét se, tehát van egy összetett mondatot, nem ért belőle semmi. Hát gyerekek, a nagyon okos fiatalok, a nagyon szépek és nagyon okosak között egy igen jelentős százalék, tehát én mondanám, hogy olyan 30%, az bizony analfabéta. Funkcionális analfabéta. El tudja betűket olvasni, de felolvasol neki egy oldalt, és nem tudja visszamondani, hogy te mit olvasnál. Tehát valami egyszerű emberi történet is lehet. Tehát nem szakmai szöveget olvasol neki, hanem egy egyszerű történetet. Azt sem bírja megjegyezni, nem tudja, miről szól. Én annak idején már mikor ezelőtt, már 50 évvel, kollega vagy 40 évvel, kolléganőknek, mit tudom én, nézte a filmet, úgy nézte, hogy Engelberger, Hampegli, nagyon néz, nem tudta a nevét kimondani. És az egy énekes volt, az Engelbert Hamperdi. Most már is tudom kimondani. Hamperdi. És az a lényeg, hogy a nevét sem tudta kimondani, de én megmászom a televíziót, amikor látom. Szóval ilyen, tehát ilyen. Ennyi volt. De gyereket, kérdeztem, hogy mit néztél. Én néztem, nagyon jó volt. És akkor kérdeztem, hogy mesélj el. Gyerekek, mindent el tudott mesélni. Tényleg. Tehát el tudtam mesélni a cselekményt. Egyet nem tudok elmesélni. Mi ebből a tanulság? Fogalma nem volt. Tehát egyszerűen nem értette, hogy az egész miről szól, azt se értette.
Bement, kijött, megfogta a kilincset, mindent el tudott mondani. Azt mondta a Józsikának, ezt visszahozott a Pistike, és mindent elmondott. És egy valami nem értett, hogy az egész miről szól. Meg a lényeget. A lényeget azt pont nem értett. A tanulságot. Tehát miért van a tanulság? Abszolút semmi. Mert nem, egyszerűen nem is követte agyilag. Tehát elolvastatsz a gyerekkel valamit, és nem tudja visszamondani. Gyakoroljatok a gyerekekkel, mert nagy baj lesz ebből. Tehát nem az, hogy egy bolond ilyen bürokrata izét el tudjon olvasni ilyen szöveget, ilyen jogi szöveget, de egyszerű szöveget se tud, egy üzenetet nem ért meg. Nem érti meg. Gyerekek, én nem véletlenül szoktam azt mondani, ilyen érdekeseket mondani, ugye, hogy ott van előtted a megoldás. Most beszéltünk a téridőről, illés szekere. Tehát nem szekér volt a gyerekek, hanem a téridőt látta. Ott van a szövegben, képzeld el, még a magyar fordításban is megjelenik, mintha a mindenható zúgását hallanám. Ott van a szövegben. Mm-hmm. Ez a mindenható hülye gyerek. A téridő. Ez a mindenható. És nem érti mindenható. Hogy lehet egyszerre apa, fiú meg szentője? Nem lehet. Az olyan nincs, három nem lehet. Még keleten is magyarázzák itt a székely testvéreim, hogy vannak a háromistenesek, meg az egyisten. Hát mondom, nem gyerekek, nem. Az mindig egy. Akár tudod, akár nem, az mindig egy. Mert nincs más. Ugye, ha elolvasod csak úgy mondanám, hogy csak olvasd már el egyszer legalább figyelmesebben a János könyve, hogy ott kezdődik. Csak egyszer olvasd el és gondolkodj el rajta. Minden, ami lett, az igéből lett. Az ige, kezdetben vala az ige először Isten vala, később minden, ami lett az igéből lett. Már a későbbi fordításban már nem azt mondta, hogy Isten vala, hanem Istennél vala. Tehát már ott megváltoztatták, mert nem értették, hogy Isten meg ige, hogy lehet az ige Isten. Az ige, amit én itt mondok, és ige hirdetés, és értem, én értem. Hát nem érted. Te hirdetsz valamit, de ez nem az ige. Az ige az maga az Isten, az az ige. Ő mondta, hogy kezdetben vala az ige először Isten vala. Tehát ő maga volt az ige. Nem érti. Egyszerűen nem érti, nem gondol. Ez egy egyszerű mondat, ez egy több mondat, nehogy már nagyon bonyolult legyen. Ezek ilyen nagyon rövid kis mondatok. Ezt sem érti. Mint hogy mindig mondogatom, hogy de hát a Biblia végén ott van, hogy ne fordíts le. Hol van ott, olyan nincs, de ott van. Ott van, csak nem tudsz olvasni. Hát az papléted, de nem tudsz olvasni, nagyon szomorú. Jaj, de szomorú. Ott van, hogy 18-as, 20-as szóló utolsó oldal nyis ki. Tessék. Ez Istennek már a megnyilvánult állapota? Ez Istennek már... Már a legelején? Igen. A közelben. Amikor már kiárad, akkor már a világ számára megjelenik. Addig ő nem jelenik meg. Addig nem jelenik meg, mert ő egy időforrás. Ennek van egy megnyilvánult változata, meg egy megnyilvánulatlan változata. Tessék, parancsolj! És megnyilvánulatlannál tud válni megnyilvánultból? Tud. És akkor minden eltűnik. De ezt hogyan? A kereszteződés megszűnik benne. Akkor lesz ez ilyen Möbius felszín, mert a Möbius is ezt kereste annak idején, egy szalaggal próbálta az egyoldalúságot megcsinálni. Jó lesz szalag. Ami a Merunál megjelenik középen. Nézd meg, nem keresztezi egymást. Az a megnyilvánulatlan. Az a megnyilvánulatlan, úgy van. Eljutottak a megnyilvánulatlanhoz. Nagyon jól eljutottak. És utána ott elrontották. Mert a forgást, a csavarodást kellene odáig vinni, hogy egy felet csavarodjon az egész rendszer. Egy alma alakú felület, ami csavarodik, nagyon parányik, egyszer eléri a kereszteződést. És akkor elkezd oszcillálni két létezés között. Mind a két létezés egy létezés. Ez is egy nagyon furcsaság. Tehát úgy lesz kettővé, hogy egy marad. És ezt nem érti senki. Hogy lehetne kettő, amikor egy? Ezek ilyen paradoxonoknak, ellentmondásoknak tűnnek, de nem ellentmondás. Nem. Csak érteni kéne. Utána kéne gondolni. Nem gondolnak utána. Lusták. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom. Tessék, hogy tud ez a félfordulat, ez a kereszteződés megszűnni? Hát úgy, hogy tovább fordul. Egyszer csak valamit, minek a következtében.
Minek a következtében? Tudnék, ezek az időforrás, az originális időforrás is időforrás. Ő mindigtől volt. Tehát ő nem teremtmény, hanem teremtő, de még nem teremt az elején. Ezt csak egymásban rohan a két teremtő, és nem egy teremt saját magában, mert ezt is megpróbálták össze-vissza kicsavarni. A kettő találkozások. Hanem a kettő találkozása az, ami létrehozza. Létrehoz egy találkozást, két egész komplett univerzum teret hoz létre, nem egyet, kettő. Ez a kettő egyforma? Ez a kettő egyforma, csak tükörképes. Igen. Mindenben egyforma, de teljesen. Mindenben fordított. Tehát ami itt jobbos, az ott balos. Csak ennyi. És ez a végtelenségi tükörképes lesz? Vagy egy idő után eltérnek egymástól? Valószínűleg eltér, mert az téridőnek is már tudjuk, valakitől tudtuk, meg kiszámolták okosabbak, mint mi, hogy nagyon-nagyon hosszú, sok milliárd év, nem 14 milliárd, 13 év, nem, hanem 311.040 milliárd. Tehát az nagyon sok. Annyi földi év, amikor megszűnik az egész. Ez a Bráma 100 éve, igen. A Bráma az ugyanaz, mint a Szentlélek, nem egy másik valami, az teljesen ugyanaz, tökre ugyanaz. Csak ők még pontosan írják le, és még érti valamennyire. Már az indiaiak, beszélgettem ilyen indiai filozófussal, többel is, hát ők először is nem többes, ő nem is több Istenbe, ő csak egybe is. De az Istennek vannak teremtményei, mondjuk, mint hogy neked is vannak gyerekeid, az Istennek is vannak teremtményei, és ezek a teremtmények az isteni hercegek először, ugye, vagy hogy mondjam. És ezek a legelején keletkeznek, és ezek a legeslegokosabbak, meg a legnagyobbak, nagyobbak, és fizikailag is sokkal nagyobbak, mert fénysebességgel terjedő hullámteret generálnak. Ha valami fénysebességgel terjed, az jó nagyra nő. Hogyha már mondjuk csak legyen 10 milliárd év a sugara, hát akkor is már 20 milliárd fényév átmérőjű gömbről van. Szóval őrületes nagy, nem lehet. Emberi léptékkel ezt nem lehet érteni. Hát ide a Hold az csak 384 ezer kilométerre van, átlagosan. Ráadásul kívülről egy pont. Ráadásul ez kívülről egy pont, egy szingularitás, igen. Tehát fekete lyuk. De nem bonyolult ez, amikor már megérted a logikáját, akkor már nem bonyolult. Addig hihetetlen, érthetetlen, nem is értem, nem is hallgatom tovább, elmenekül, de közben, amikor megérti, gyönyörűség. Akkor már érted, az gyönyörűség. Akkor már mert értem, de jó. Parancsolj. A filmnek elején az ábra, amikor megfordul, az mi? Az maga az atya. Az maga. Azaz az áramlás, amiről beszélek. Az egy áramlási struktúra. Az egy áramlási, egy vortex. És az az atyának a vortexe van minden film elején. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő nem látta még az atyát, akkor azt mondaná, hát fiam, kezd el újra. Mert hát ugye azzal kezdődik minden film. Ez csak egy ábrázolása. Hát ez csak egy ábrázolása, de tudod, hogy hogy néz ki, hogy működik, de egyébként senki nem tudja. Mert ezt az ábrázolást miért nem csináltam meg más? Ezt a három dimenzióban értjük. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy egy három... De ez egy egydimenziós világ. Ez az, amit nem lehet megérteni. Egy egydimenziós gömb. Mert ugye a gömböt mindenki négy vagy három dimenziósnak képzeli, ugye az? Pedig csak egy paraméterre van a sugara. Akár mellé megyek, ugye az a sugara. Tehát tulajdonképpen az egy szál. Ugye ott van a vízelem. A vízelem közepén van egy forrás, és ez bocsátja ki a hullám rétegeket, és ez terjedt fénysebessége. Mi van itt a külső felszínen? A legelső pillanat, a legkülső felszínen. Terjed, de az egész felületen az első pillanat van. Tehát ő egy pont. Pedig egy ilyen nagy, bazi nagy felület már, és még mindig egy pont. A pontot ábrázolja, a pontra egy korábbi pillanatát ábrázolja, igen, az a külső. Igen, de itt csak az idő van kezdetben, a vízelem az csak idő. Nincs tér még, nincs távolság, még nem, nincs. Még nincs távolság, mert ahhoz tér kéne.
ahogy távolságot. Nincs sebesség, még az sem adatott, hogy sebesség. Milyen sebesség? A időegység alatt megtett út. Ugye? Na de, ha időegység alatt megtett út, akkor időegység van benne, az jó, de út is van benne, az útat meg nem tudod leírni. Az távolság. Hát nem tudod leírni, mert még nincs távolság. Ahhoz már távolság kell. Tehát ezért az idő szerkezettan az idővel kezdődik, mert az az egyedüli dinamikus az egész világegyetemben. Ezért szépen bedugták a szőnyeg alá, ráültek, hogy nehogy valaki megtalálja. Hát messze, mert nem tudtak válaszolni a kérdésekre. Ott kezdődik a baj. Tehát a fizikusok vagy tudnak válaszolni, és hülyének néznek minket, és azt hiszik, hogy mindent elhiszünk, elég erőszakosan mondani, és ha nem úgy van, akkor olyan pofot kapsz, fiam. Szóval így is lehet erőltetni, de ettől kezdve ez még nem lesz jó. Rossz az egész koncepció, már alapból rossz. Tehát magát az időt nem definiálta, nem definiálta. Össze-vissza a hülyeségeket összehozni. Kész, berakja a skaláris időt, berakja a vektorok között. Ez szórakoz velem már. Tehát én nem vagyok fizikus, én matematikus se vagyok, én lelkész vagyok. De hogyha ekkora hülyeségeket komolyan veszünk hát, akkor nagy baj lesz. Kellene valamit csinálni, ugye ki kellene mászni ebből a gödörből, de csak úgy tudunk kimászni a gödörből, hogyha kimondjuk őszintén, hogy gyerekek, rossz, kezdjünk újat, csináljuk jót. Meg tudjuk csinálni, minden megvan hozzá. Én már elmondtam a lényeget, te meg számolt ki a részleteket, és mindenki fog jönni. Hidd el, hogy mindenki fog jönni. Csak tessék leülni a fenekedre és kiszámolni. Már megtették, néhány fizikus megtette, félőletbe kergettem őket. Tessék, bácsak! Atya és anya találkozásakor létrejön a tér és az anti. Az a más világ terén. A nem a túlvilág, hanem a más világ. Ezeket nagyon fontos, mert összekeverték teljesen. Tehát kialakul két hatós szerep. Ez egy olyan tér, ahol az anti anyag az anyag. Világos. Az a más világ. És oda nem lehet átmenni egy űrhajóval. Miért? Mert annyi, még az űrhajót sem marad meg, mert nincs neki téridő. Mert itt a jobbos téridőben van az anyag. De oda átmész, ott valós a téridő. Attól kezdve az űrhajód nem marad meg, az anyag ennyi volt. Nem marad meg. Na, ahhoz már borzalmasan nagyon nagy technika kell, hogy át tud konvertálni az űrhajódat antianyagba, az egész űrhajót, magaddal együtt. És akkor antianyagból lesz az űrhajód, meg te. Minden. Kajád is. Tehát itt van a nagy probléma, hogy ezeket nem gondolták végig. De alapvető dolgokat, hát, pedig egy pap mondta ezt az őrszobban áll, de ez egy marhaság. Tényleg, és bevették a fizikusok, hogy az a végtelen sok tömeg ott volt egy gombozban. Jó, aztán most elkezdték javítani, hogy hát nem is anyagi részecskék voltak ott, hanem pionok, és a nap nincs tömege. De végtelen sok tömeget kell neki kiadni a végén, hát nincs mese. Meg hát a pionból sose lesz. Szóval kutyából nem lesz szalonna. Hogy lehet a kettő egy helyen? Mit? Hogy lehet a kettő egy helyen? Ellenütemben van. Ellenütemben. Ellenütemben van, és azért tud kettő lenni egy, tehát hogy két helyen létezik. Az eser nagyon jó, az egy beavatott volt, azt szerintem az Isten tanította. Az esernek az ábráiban nyilvánvalóan megvannak ezek a... Minden megvan, az energia, az anyag, a téridő működése, minden megvan az esernek, komolyan. Sőt, a két hiperteres téridőt is lerajzolta, mindent lerajzolt. Amit a Micsubicsibe mink is ismerünk, az a három gyémántos rajzba, de a három gyémántot az eser egybe rajzolta, mert úgy kell. A papisuliban mutattam azt az összerakható játékot, hogy ugye? Ott van. És itt van. Ez az, amit az eser rajzol. De nézd csak meg, hogy mik vannak még rajta ott a rajzon mellékesben. Tulajdonképpen mindent lerajzolt az eser. Lerajzolta a fényt is. A fényt is lerajzolta, mindent lerajzolt. Tehát ezen az ábrán nem kriksz-kraksz, doboz, ezért mit tudom, miket látnak bele. Ezen három oktaéder van. És a három oktaéder egybe van.
És ez a három oktaéder, ez 16 csúcsot jelent, meg egy középső helyet, amin keresztül állandóan újra generálja magát. Az a közös pont. Hát egy közös pontjuk van, de az a közepében van ennek az egésznek. Igen. Tehát az benn van az oktaéder közepében, igazából. És ezt jól lerajzolta az eser. Ki volt ez az eser? Médium. Mert médium. Lerajzolta az egész, az anyagi részecskét jól, szimbólumokkal, de többféle módon is lerajzolta. Nagyon jó. Az a kerekábra, ahol, amit olyan sokszor mutattunk már sokszor. De lényeges, hogy ott van az, hogy keletkezik az anyagi részecske. Ott van a belső szerkezete az anyagi részecske keletkezésének. Egy hatos szimmetria van a belsejében, és a hatos szimmetriából elindulva szépen egyre kisebb és kisebb ágakra ágazik el, és egy felületi áll össze a külső része a részecskének. Tehát egy borzasztó nagy átverés, mert nincs ott semmi, időből áll az egész. Nincs ott semmi. Nincs benne anyagi részecske, vagy megfogható valami. Pontosabban nem mondok igazat, mert megfogható a maga módján, de csak a maga módján. Mert az, meg tudom nyomkodni az orromat, ugye elektronéjakkal tudom nyomkodni az elektronéjakat, de ezen se gondolkodott el senki. Nem, egyszerűen. Egyetemen tettem fel a kérdést, hogy valaki nyomkodott-e már elektronéjakat. És mindenki azt mondta, hogy nem. Hát miért? És mert mivel nyomkodom az orromat? Ezek itt nem elektronhéjak itt kívül a kezem felszínén? Dehogy nem. Atomok vannak, az atomok külső felén az elektronok vannak. Nem? Most ez ennyire nem gondolja végig? Nem gondolja végig. Egyszerűen nem. Itt az ábra. Nézd meg. Nézd meg, hogy ott van a tér és az antitér. A tér azok a fehér angyalok, az antitér a fekete ördögök. De ezek egymásból keletkeznek szinte. Nézd meg. Tehát ez nem lehet, nem úgy van, mint ahogy képzelik, hogy vannak a gonosz ördögök, meg a jó angyalok, ez egyszerű, szép világkép, de nem így van. De nem így van. A legjobb embert is föl lehet úgy hergelni, hogy úgy lelő, mint a kutyát, ha van egy stukkerja. Úgy föl lehet hergelni. Valamivel. Tehát itt az eser nagyon szépen lerajzolta ezeket az ördögökkel, angyalokkal. Igazából nincsenek ott ördögök, meg angyalok. Csak lerajzolta a feketét meg a fehéret, hogy az egyik a fekete az a túloldalon van. Ellenütemben van. Az időforrások, amik az egészet keltik, azok éppen a túloldalon vannak. Akkor keltik a feketét. Akkor megint visszajönnek, akkor keltik a fehéret. Megint mennek oda. Ez nagyon gyors oszcilláció. Parancsa. Van egy gabonakör is, ami ábrázolja az anyag keletkezését, és a közepén van három elem, amiből elindul, körben pedig 32 kör van. Ez azt jelenti, hogy a 16 párhuzamos univerzum, meg a tükörvilága. Meg a tükörvilága, az igen. A 32. Igen, és a sakk táblán ugye van 32 fehér, meg 32 fekete. Na de akkor hogy 32? Hát vedd majd észre, hogy beszéltünk arról, hogy van egy más világ is. A más világ az nem ugyanitt van, mert az már nem tudna ugyanitt lenni. Azt széttolta egymást. Tehát van más világuniverzum, amiben antianyag az anyag. Nem rosszabb az se. Ugyanúgy működik, ugyanolyan, csak minden fordított benne, a jobbos az balos. Egy ilyen szkifit láttam, ahol azt keresték, hogy elmennek a napnak a túloldalára, a földpályán, mert azt látták valahogy, vagy számolták ki, hogy ott kell lenni egy földnek. És tényleg volt ott egy föld, és volt ott egy űrállomás. De hogy lettünk a nap túloldalán ugyanannál az űrállomásnál? De nem lehetett semmit bedugni, mert minden fordít, tükörképes volt. Tehát ez így megjelent már ilyen szkifibe. Tehát már más fizikusok és gondolkodók is gondolkoztak ezen. Hol lehet az antianyag? Mert kellene neki lenni, ugyanannyi antianyagnak kell lenni, mint amennyi anyag. Megvan az univerzumunkban? Megvan. Az anyag meg az antianyag egymást kelti, tehát megvan. Mind a kettő megvan. Mert egymást hozzák létre, azok működtetik egymást. A mozgás az úgy történik,
hogy itt mozdul, itt mozdul, itt mozdul, itt mozdul, itt mozdul, és így megy tovább a mozgás. De hol itt mozog egyet, hol ott mozog, hol itt, hol ott. Ezt nem látod, mert ez őrült gyors, ezt nem látod. De hát már az anyagi részecske keletkezése is 10-24-en herccel megy. 10-24 az baromi nagy szám, az milliószor, 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 millió. Az 10-24-en, az baromi nagy szám. És ennyi, egy másodperc alatt ennyiszer ér ki a felszínre a következő réteg. Tehát még ennél sokkal sűrűbb, ami benne ketyeg. Tehát ami az egészet működteti, működésbe tartja, az, azok mind ilyen idővisszacsatolások, időhurkok. Kijött a fizikába, de eldobálták. Kijön. Utána kell nézni, kijön. Igen. A Lukács Bélával beszélgettem. Ez egy nagyon jó fizikus, nagyon, nagyon szeretem a Lukács Bélát, mert okos, okos fizikus. Nagyon nyugdíjas régen. És beszélgettünk vele ilyen rádiómisorban, meg minden. És ő az, aki ezen el, ő mondta, hogy hát már rég kiszámolták az időhurkot meg. No, pedig az a lényeg. Eldobják, hát ez a baj. Ha nem dobják el, akkor mindjárt meg lesz a... Mert érteni fogják a világot. Mert az egész világot az a farkában harapó kígyó. Farkában harapó kígyó az, ami tartja fönn a világot. Kígyó, tartja a világ, kígyó. Te hülye, időkígyó, nem biológiai kígyó. Érted? Mert ő neki a kígyó beugrik is. Vah, kígyó, ha, félek a kígyótól. Ez van az kis együgyű fejében. De bocsika, az egy idő, kállanága, időkígyó. Az nem harap meg, hanem időkígyó, mert egy olyan kúpos rendszer, a tahajon az egy kúp, ami a farka felé rohan, a görögök még elmondták. Ugye ez a kígyó a farka felé rohan. Rüppesz kígyó, hát adja magát. Mert a farka egyes. Mert a farka egyes, hát ez csak egy hasonlat a kígyó. Semmi kígyó, biológia nincs. Ez csak egy farka felé rohanó tahjon, ami ráadásul kanyarogni tud, mint egy kígyó, ugye? Mert kanyarogni tud. Persze, fordulni tud, körbe tud menni, kanyarogni is tud. Megtaláltam a szanszkrit szótárban, marutnak hívják. Ide-oda cikázó istenek, így van lefordítva. Hát persze. De egyébként jó, mert az, de nem érti senki. Cikázó istenek, és elmenekült olyan gondolattól is. Nem érti és elmenekült. Az összetett mondatot nem érti már. Annyira nem tudnak figyelni az emberek, hogy szörnyű. Néhány kivétel van természetesen, és vannak nagyon okos emberek, akiket én imádok. De hagyja hülye, hogy az már szinte fáj. Komolyan. Nem véletlenül szoktam mindig, hogy nézd csak meg az interneten azt, hogy nagy egyetemista teszt. Nézd meg, kettő is van ilyen. Beírod a keresőbe, meg fogod találni. Nézd meg, hogy az egyetemi udvaron, a kampuszban hülyébbnél hülyébbek a hallgatók. Alapdolgokat nem tudnak, alapvetőt, semmit. Alapvetőt, földrajz, biológia, kémia, alapvető dolgokat nem tudja. Hogy maga szerint veszélyes a dihidrogénmonoxid. Igen. Tétsük be. Igen. Persze, hát első érdekben a hajók, hát persze. De ennyire nem gondolja végig. Nem tudja a kémiát, már akkor elmenekült előle, amikor a vizet tanították. Akkor elmenekült. Pedig az csak H2O. Ha, és akkor megjelent a hirdetésben, hogy H2O tisztító. Mondom, az tök jó, persze. Hát le kell mosni valamit, az a H2O tisztító. Na itt van, nézd meg az időkígyót. Kettő is. Kettő. Egy világos, meg egy sötét. Egy jobbra, egy balra. Egy jobbra, egy balra. Anyag, antianyag, tér, antitér. Igen. És az energia jelet adja ki, ha jól megnézed. Igen. Ez az energia jel. A végtelen nyolcsas. Mit? A végtelen nyolcsas. Végtelen? Mhm. Bele lehet látni, de nem. Ennek az a lényege, hogy egymás farkát teszik, igazából. Egymás farkát teszik, itt nem a saját farkát, de az egymás, az a másik is ő. Uh-huh. Ugye ez benne a lényeg. Tehát amikor a fénykvantumban, nem kettő ilyen van a fénykvantumban, hanem hét, amik egymás farkát teszik. Nem eszi meg
És az az érdekes, hogy a farkával eszi a fejét, ha már a hasonlatot hozzuk. Mert a farka felé rohan, ha ellenkezőleg rohanna, nem ehetné a fejét, ugye? Ezt sem gondolták végig, hogy farka felé rohan. Bocsika, akkor gondold már végig, akkor hogy eszi a fejét? Nem gondolja végig, komolyan nem. Hát az csak olyan időkös, és elbenekül előle. És közben nem tudja a választ semmire, de az jól tudja, azt aztán nagy időt csinálja. Tehát az egyetemi kampuszokban a lányok azok heherésznek. Tehát ha megkérdezték tőlük, bármit kérdezték, te tudod, mondd meg, ezt csinálják. De ő biztos tudja, majd megkérdezi tőle, és tehát igazából nem tud semmit. Ezért heherészik, ide menekül a heherészésbe. Nagyon jól áll neki, szép és fiatal, nincs vele semmi baj, csak nem ártana, hogyha valamit a fejbe is hordana, nem csak a kalapot tenni rá, hanem belül, a kalap alatt is még hordana valamit, és okosságot. Megvan a diplomája végén, csak hát ugye ez síralmas. Hát ebből építészmérnök lesz, képzeld, hány ház fog összedőlni. Ott. Hát nézd meg, hogy a kicsit jobban vesztegetés típusú államokban, hogy dőlnek össze egy földrengésnél a házak, mert hát kilopták belőle a cementet, meg mindent az. Mert mindenki szélamoskodik. Meg áll szép. Most hol is volt, hogy has esett egy egész házsori? Kösz! Az egész házsor. Has esett. Az is nagyon jó volt. Ilyen. Mint a dominók. De egyszerre, itt sorban egymás mellett volt egy csomó ház, és az egész házsor. Így has esett kész. Törököknél volt a földrengéskor, nem? Talán a törököknél, igen, de ilyen drága lakások voltak, tehát ilyen nagyon drága, pénzes. Hát az hasra esett az összes ház. De egyben maradtak? De egyben maradt. Egyben maradt, az egyben maradt. Mert a gazdagok nem lopták annyira ki a cementet. Jó válasz van, lehet, hogy odébb csúszott. Tehát... Hát ottan több minden odébb csúszott. Mint amikor megállt a hajón a centrifuga, mert ezeken az óceán járó hajókon megy egy bazi nagy centrifuga. Ilyen nagy beton centrifuga, forog, csapányon. De az leáll, addig a hajó az így csinál a vízen, de mindig így áll. Stabilizálja. De hogyha az leáll, na akkor ő elkezdett ilyet csinálni a hajó. Nagyon jó volt, elindultak a motorok. Láttam ilyen felvételt, hogy elindultak jobbra-balra a motorok. Na jó, nagyon szép elegáns asztal, meg minden, jó, de 180 kiló. Tudod, és akkor jön vele szemben 180 kilós asztal, töltve asztal, az nagyon hatékony. Tessék, ilyen hajóval nehezebb kanyarodni, hogyha megy benne ilyen körletjű. Hát nehezebb kanyarodni, ott azért megvan a taktikája, hogy még így tud kanyarodni, miért? A hajónak így nem kell kanyarodni. Forgatottuk a hajót, ha 180 fokba. Hajót csak azokkal, játsszák ezt el. Igen. Nem, nem egy irányba. Nem hátrafele működik, csak a hajót csak van, hanem van az orrába keresztbe is csavar, meg a farába is, és akkor így megfordítják. Jó, megoldható. Hú, piszok jól néz ki. Láttam ilyen hajót csavart, nem értem el a tetejét. Azért Lüttenkrengben láttam Németországban. Varmalövő partján, ez Rostocknál. Ahol a Warnemünde is van, az a tengerparti hely, és olyan szélvihar volt, nagyon 8 fokos volt a tenger, nagyon fürödni nem nagyon lehetett, egyszer azért megfürödtünk. Ha már elmentünk a tengerig, most már megfürdünk benne, de két hős fiam is megfürdött benne, de hideg volt, ilyen hideg volt a víz. Tehát, van, de megfürödtünk, jó volt. És hát még a németek is azt mondják, hogy sportnál. Hú, ez igen, ez a sportember. Kijöttem a vízből. Azért hűs volt. 8 fokos víz az már üres. De már tologattam a jégtáblát is, úgyhogy azt is kibírtam. Tehát az, ott már még hidegebb volt. Tehát itt milyeneket rajzolgatnak le, látod? Ezek a szimbólumok, de nem érti senki ennek a szimbólumnak a értelmét. Tehát az, hogy ezek a kígyók, ugye, egymást eszik, de mi az a kígyó feje, az a módja. Ugye arról volt szó, hogy visszakanyarodik saját magával, de mire oda visszaér, az már ekkorára dagadt. Gömb, nem kör, az gömb.
és az egész egy kúp, egy kanyarodó kúp, és akkor belemegy magába, akkor meglátja a gömb közepén saját magát, ami már ilyen nagy adagat, a képe jön vele szembe, hogy ott vagyok, én ott vagyok. Így működik a világegyetem. Gyerekek, én nem tudom, hány országnak van ez a címerében, vagy a hány egyháznak van a címerében, de úgy mondanám, hogy az unitárius egyház címerében ez van. Igen. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ők okosabbak az összes többi hülyénél? Akik nagyon lenézik, akik nagyon arcoskodnak vele. Lehet, mert ők tudják, hogy működik a világ. És hát Egyiptomban is nagyon sok érdekes dolgot lehet találni. Igen. Nagyon sokat. De a rovásírást is. Na itt van az unitárius egyháznak a címere. Ez ugyanaz a kígyó, nem veszed észre? És a galamb miért van benne? Szám, repül. Mert szám meg repül. Tehát ez a kígyó, ez repül. Hát ez akkor a tollas kígyó. Érted? Hoppá, már is utányom délre. Hoppá, leesett a nagy bátok tantusz. Igen. Hát ez a tollas kígyó. Ugye? Mert repül, akkor tolla van. Mert mit tud lerajzolni egy rajzoló? Amit ismer. Mit tud lerajzolni? Azt mondják neki, hogy repül, és olyan, mint a kígyó. Hát akkor tollas kígyó. És akkor lerajzol egy kígyót szárnyakkal, vagy tollakkal, vagy... Vagy sárkány. Meg sárkányt, igen. Egyébként találtak olyan sárkányt, mint amivel a kínaiak rohangálnak. Élőben láttam. Ilyen tengeri sárkányka. Ilyen ekkorácska volt, de nagyon arany. Tökre az a sárkány, mert rohangálnak a kínaiak. Csak ezeken ekkorák volt. Lehet, hogy már szaporodnak a sárkányok. Hű, jön a Jurassic Park, gyerekek. Nagyon jó lesz. Hú, nagyon. Ott visszasírjuk a Covidot. Visszasírják ott ki még a Covidot. Bőzad. Jönnek a sárkányok, ilyen sárkányik, akik repülnek. Mész az utcán, így lenyúl, érted? Gyere csak vacsora. Majd figyelj csak. És hát ugye csak úgy mondanám, hogy ezek elég gyorsan tudnak futni. Te mennyivel tudsz futni, Dagi? Mennyit tudsz elfutni, Dagi? 100 métert nem tudsz elfutni, Dagi. Hanem már 20 méter után kiköpöd a piköpöd. Nem? Na, és akkor ezek, hát ugye, hát ott van a Jaguar, a 110-zel fut. 110-zel, nem sokáig bírja 110-zel, de 110-zel tud futni. Puma is. A puma is. Na de az ember mennyivel fut? 36 körül. Alassabb, 36-tal vagy? Igen. 10 másodperc alatt 100, ugye? Igen. Hát az egy jó nagy különbség. Te háromszor olyan gyorsan tud futni. A medve az lejtőnek fölfele fut 60-nal. te meg lefele se tudsz 60-nal futni. Hát ez benne a pláne, hogy beképzeli magát az ember, aztán nagy bajban van, tessék. Ketten futnak kifele az erdőből, nem, ketten jönnek kifele az erdőből, az egyik futva a másik medve. Igen, ez az. Úgyhogy itt van a kutya ellásva. Mit is jelent ez a mondás? A kutya ellásva? Aha. Mit jelent? Hát ott van a rejtett valami, igen, ott itt van a lényeg. Ebbe rejlik. Ha merre van a lényeg? Hát a Siriusnál nagyon cikizik, akkor arra van. Ha nagyon cikizik azt, aki a Siriusról beszél, mert arról állandóan nagyon cikiznek, akkor arra van a megoldás. Igen, mert a Siriusnál él rokonságunk. Az már megoldás. Mert ha ők ide tudnak jönni, mi nem tudunk oda menni, akkor ki a fejlettebb? Hát ők. Ja, de 5000-6000 évvel is ide tudtak már jönni. Ja. Már az Agaba fősámán idejében 6040-60 éve, tessék. Kíváncsiak egyáltalán ránk? Kíváncsiak, mert rokonok. Kíváncsiak. Legalább nem akarnak ártani. Ez már nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Mert vannak, akik akarnak. De nem azt jelenti, hogy mi sokan vannak. Nem azt jelenti, hogy minden földön kívüli gonosz, aljas és ártani akar neked. Nem. Szerencsére a nagy része csak lenéz. Tehát ilyen abó. Ez ilyen lenéz, ilyen aboriginal. Ez ilyen benszülött seggfej. Aki nem tud semmit, buta, ezért.
pofán akar mindenki csapni, mert ő erős, mert úgy védekezik, hogy csapkod, akkor lecsipkerozsikázzák, és akkor nem érti. Ember. A csipkerozsikával rányomnak egyet. Csak az emlék tudja mozgatni. Igen. És mit állítanak meg tulajdonképpen? Hát az alap működésedet ez nem állítja meg, de a motorikus idegrendszert, az egyéb dolgokat megállít. Tehát az izmaid nem működnek. De érdekes, hogy állva maradsz. Nem görcsöt kapsz, hanem fura érzés van rajtad, de tehát nem olyan elviselhetetlen, de fura érzés, nagyon fura érzés. Ez egy ilyen 4D-s fegyver, amit a legkisebbre állítva rá csipkarozsikáznak, nem lőnek le vele, le lehet vele lőni, úgyhogy sose kezd fel többet. Be lehet lőni, de csak így, mert amikor nagyon csapod valaki, akkor lecsillapítják vele egy kicsit, hopp. És nem hat a szívizomzatra, nem hat a regeszizomra? Úgy van. Hogy van ez? Hát ezekre nem hat. Mert lélegezni tudsz. Csak az akkor. De érdekes, hogy a szemedet tudod forgatni jobbra-balra. Tehát jobbra-balra a szemeddel tudsz nézegetni, de nem tudsz odafordulni a fejeddel, azt már tudod. Ez záróizmot lazítja? Milyen záróizmot? A segedet? Igen. Ja? Nem. Azt is nem szabad össze magad. Legfeljebb, amikor megszűnik a hatás ilyettekbe. Tehát akkor él el a tudatodba, hogy mi van. Egyébként gondolkodni is tudsz. Tehát az agyadat nem állítja le, a motorikus idegrendszeredet, ami a lélegeztetés, szívdolgozás, bélműködést csinál, azt nem állítja le. Akkor nem izommunka a gondolkodás. Nem. Az agy, ilyen izomagyúaknál úgy gondolják, hogy az, de hát nem. Ott sem. Hát néha megoldja a problémát, ha jobb pufán vágsz valakit, szóval néha megoldja. Nekem már voltak ilyen eseteim. Megoldotta. De amikor már nagyon ugrált előttem, nagyon nagy lengőket ütött el előttem, így három ilyet elzúdított előttem, akkor már na, hát azt nem kéne, és akkor kapott egy mafást, leült a fenekére, aztán jól van. Mert nem védte magát, mert azt hitte, hogy ő már győzött is. Akkor a paraszt lengőket ütött a levegőbe, hogy csak úgy csörögött. Hát ha eltalált volna, igen, de nem talált. Utána mindig föl szoktam segíteni ezeket a földről. Jaj, elestél, na hát, ilyen aljas dumával szoktam mindig föl segíteni. Úgyhogy kívülről nézi egy tanú, hát ez nem bántotta, ez föl segítette háromszor is a földről. Elmondja a tanulabírónak, úgyhogy jó. Hát mindig elesett valamiért, nem tudni miért. Szóval hogy működik ez a csipkerozsika? Mert az emberi test az működik 4D-s környezetben, mert ugyebár UFO megfigyeléseknél elmondták, hogy megállt az autó, hiszen beszéltük róla milliószor. Igen. És az is egy 4D-s környezet. Az is egy 4D-s környezet. Ez egy speciális ilyen hang egyébként. Hang. Ultrahang. Ultrahang. De valami hang kombináció, valami bolond kombináció. Egyfajta kombináció. Igen. Különféle hangokból egy kombináció, egy akkord, vagy hogy mondjam. És az megmeremít. Leordítja az idegrendszert? Igen, mert az idegeid sem elektromos áramban működnek. De elterjedt a tudományban, ezt tanítják mindenhol, orvosi értelmeken, mindenhol. Idegrendszer és áram, és de hol a Föld? Na innen. Megbeszéljük ezt a szünet után. Hol a fő?